A szlovákiai újságírók elmondták, tapasztalataik szerint különbözik Szlovákia és Szerbia álláspontja a kettős állampolgárságról. Amíg felvidéken a jelenleg is érvényes jogszabály értelmében elveszíti a szlovák állampolgárságát az, aki kéri más országét, addig Szerbiában nincs érvényben ilyen jellegű korlátozás. Kebyszem zobral vlastne nejaký názor prevažujúci, tak nebol, myslím, na Slovensku robený nejaký výskum verejnej mienky, ale dnes je na Slovensku iná vláda ako Ficová, je myslím demokratickejšia alebo progresívnejšia a nie je vlastne principiálne proti tomu, aby boli na Slovensku občania, ktorí majú dvojaké občianstvo, ale je teraz veľká diskusia o tom, že niektoré typy povolaní, niektoré typy služieb by mali byť limitované pre tú možnosť tohto dvojitého alebo dvojakého občianstva. A szlovák közvélemény a kettős állampolgárságról szóló cikken keresztül megismerkedhet az egész Kárpát-medencei tapasztalatokkal. Szlováci vedia, že vo Vojvodine žijú najmä ako Slováci, teda že naša nejaká menšina tu je a zrejme vedia, že žijú aj vo Vojvodine Maďari, ale mám pocit, že na Slovensku je najmä známe, že v Rumunsku žije väčšia maďarská komunita. A szlovák hetilap újságírói és a felvidéki újszó publicistája körútjukat Erdélyben és Kárpátalján folytatják. Elmondásuk szerint vajdasági tapasztalatuk az, hogy az itteni magyarok jelentős része elkötelezett a magyar állampolgárság felvétele iránt.